Elkészült a posta és az egészségház melletti parkoló és járda. A beruházás annak ellenére valósult meg, hogy nem az önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményekről van szó, ugyanakkor a helyi lakosok használják ezeket. A tervek között szerepel, hogy az önkormányzat segítségével az orvosi rendelőtől a művelődési házon át, a postától a gyógyszertárig végig járdán közlekedhetnek majd az emberek. A beruházás tulajdonképpen közös volt, hiszen megkerestem a postát, illetve a gyógyszertár is partner volt, és jelezte, hogy be szeretne kapcsolódni ebbe a projektbe. Két olyan intézményünkről beszélünk, amelyek ugyan nem az önkormányzat tulajdonában vannak, viszont a felsőpakonyi lakosok használják. Innentől kezdve úgy gondoltam, hogy ez kötelező feladatunk, hogy megoldjuk azt az áldatlan állapotot, ami évek óta volt itt, hóba, sárba jöttek az emberek, babakocsit nem tudták betolni, a régi járda feltöredezett, volt, ahol nem is volt, ott megállt a víz, bejegesedett, hókása, egyebek, tehát nem lehetett közlekedni, muszáj volt valamit lépni. Mekkora beruházás volt ez összegben? Hát összegben egy olyan 2,5 millió forintos történetről beszélünk körülbelül. Annyiban változott, a postának volt más területen felbontott és kimaradt térkő, így abba a beruházásba ezt is bele tudtuk tenni, a gyógyszertárral pedig közösen oldottuk meg ezt a feladatot, úgyhogy ezúton is köszönöm a két intézménynek a közreműködést. A postával kapcsolatban azért még bízom benne, hiszen ott felvetődött, hogy az épületnek a bővítésére is szükség lenne. Én tájékoztattam a postának a beruházási osztályát, hogy amikor ez a postaépület megépült, akkor körülbelül 700 lakos volt felsőpakonyon, most pedig 3700-an vagyunk. Tulajdonképpen 3-4 embernél, vagy ha egy babakocsit betolnak, akkor még annyian sem férnek be a postaépületébe. Tehát én bízom benne, hogy partner lesz a posta abban is, hogy előbb-utóbb belül is felújítás lesz, illetve hogy próbálnak majd bővíteni a posta épületén. A parkoló mellett megépült egy szakaszon a járda is, folytatódnak esetleg a járdaépítés itt Felsőpakonyon? Nincs erről szó, ez a gyógyszertárnak a másik oldala volt, ezt a gyógyszertár kezdeményezte, hogy ha már itt megvan, akkor szeretné mivel sarki telekről van szó, hogy a másik oldalon is szeretné rendbetetetni ezt a dolgot, a vállalkozó bevállalta, úgyhogy megcsinálták. Még egy szakasz van, egy rövid szakasz, amelyet önkormányzat próbálja a tulajdonossal majd valami közös koprodukcióban, vagy pedig rávenni arra, hogy csinálja meg a területet, és akkor az orvosi rendelő és a művelődési háztól a posta és a gyógyszertárig körben végig járdán tudnak majd közlekedni az emberek.